Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit, önök az aktuálist látják, december 28-án hétfőn 19 órakor a legfrissebb helyi hírekkel. Már is kezdünk. A szilveszterkor is érvényes esti kijárási tilalom betartatása és a csoportosulások elkerülése érdekében a kormány megtiltotta a pirotechnikai termékek felhasználását szilveszterkor, legalábbis közterületen. A magyar közlönyben megjelent rendeletet sokan sokféleképpen értelmezik. Utána jártunk, mit is jelent a szigorítás pontosan. Hamarosan jönnek a részletek, most további hírek egyelőre címszavakban. Új tagja van a megyei közgyűlésnek, Szabó Ferenc Lajos váltja Fehér Petrát. Megérkezett az első adag vakcina hazánkba is. 2021 első felében megkezdődhet a lakosság tömeges oltása. Hódtúra a Zagyván, Hódrágtafa és Hódvár a szolnoki Zagyvaparton. Csaknem 4,7 milliárd forintot kap Szolnok a kormánytól önkormányzati feladatokra, útépítésre és sportra. Olvasható a város hivatalos Facebook oldalán. A döntés a december 24-i magyar közlönyben jelent meg. A megyei jogú városok közül most 16 kapott jelentős összegeket. Nem csak a megyeszékhelyek, hanem kisebb települési önkormányzatok is támogatásban részesülnek. Így megyénkben Rákóczi falva 300, még Tiszajenő több mint 84 millió forintot kap a kormánytól. Egy hete új tagja van a megyei közgyűlésnek. Szabó Ferenc Lajos a Fehér Petra lemondásával megüresedett mandátumot vette át. A koronavírus járvány miatti elővigyázatosság okán szűk körben vette át megbízó levelét a megyei közgyűlés új tagja. Szabó Ferenc Lajos Fehér Petrát váltja a közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójában. A megyei önkormányzat három fényképet közölt a mandátum átvételről. Fehér Petra korábbi alelnök és 8 társa ellen december közepén emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Fehér Petra a tavaly novemberi alakuló közgyűlésen még részt vett, ám azóta egyetlen ülésen sem. Így az önkormányzatokról szóló törvény értelmében egy év távolmaradás után mandátuma megszűnt. Idén ez már a második személyi változás a megyei közgyűlésben. Dobos László karcagi polgármester júniusi halála miatt üresedett meg egy hely. Ezt Újvári Imre Tiszafüred polgármestere töltötte be. Megérkezett hazánkba az első adag a Pfizer-BioNTech féle vakcinából. Ezekből már meg is kezdték az oltási terv szerinti beadásokat, így elsőként az egészségügyi dolgozók beoltását. A vakcina végül nem repülővel, hanem szárazföldön, kamionokkal érkezett elsőként a Délpesti Centrum kórházba. Megérkezett Magyarországra az Európában elsőként engedélyezett koronavírus elleni oltóanyag szombaton. A mínusz 70 fokos hűtést igénylő vakcinák speciális nyomkövetővel és hőérzékelővel ellátott dobozokban érkeztek. Az első szállítmány 9750 adag oltóanyagot tartalmaz, amely 4875 egészségügyi dolgozó oltását teszi lehetővé, tekintettel arra, hogy egy embernek 21 napos eltéréssel két oltást kell beadni. Az első vakcina szállítmányt 5 kijelölt kórházi oltóhelyre szállították, elsőként a Délpesti Centrum Kórházba, majd az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, a Semmelweis Egyetem klinikájára, a Nyíregyházi Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházba és a Debreceni Egyetem Kenézi Gyula Egyetemi Kórházába. Az első vakcina szállítmányt a következő hetekben újabbak követik, és azokkal együttemben folytatódik több héten át az egészségügyi dolgozó oltása. 2021 első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor további vakcinák is érkezhetnek Magyarországra, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása. Ózon generátorokat és véroxigén szint mérőket adományozott a Hetényi Kórháznak a Tószegi Önkormányzat. Piroska Miklós főigazgató az adomány átvitelekor elmondta, a támogatásnak eljött az ideje, hiszen az egészségügyi intézmények dolgozói megfeszített munkát végeznek a járvány féken tartása érdekében.
Hát használjátok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Négy ehhez hasonló ózongenerátor érkezett ma délelőtt a Hetényi Géza kórházba, egyenesen Tószegről. A Szolnokkal szomszédos település önkormányzata ugyanis úgy határozott, megsegíti a kórház koronavírus elleni védekezését. Ellátási körzetébe tartozik Tószeg község is. Ezért Tószeg község önkormányzata arra gondolt, hogy szeretnénk segíteni a járvány elleni védekezést lehetőségeinkhez mérten, egy szerény adománnyal 4 darab ózongenerátort szeretnénk felajánlani a kórház részére, amelyben akár a kórtermek, akár a közösségi helyiségek fertőtlenítésében fog tudni segítséget nyújtani, és 30 darab pulzoximéter, tehát véroxigén szint mérőt, amit ugye oda lehet majd adni a betegeknek, és akkor saját maguk folyamatosan tudják mérni a véroxigén szintjüket. Az ózongenerátor olyan berendezés, amely közvetlen környezete levegőjéből ózont, azaz 3 oxigénatomból álló instabil molekulát állít elő. Ez a gáznemű anyag rendkívül mérgező, a klórnál több 100-szor hatékonyabb fertőtlenítőszer, ezért is alkalmazzák eredményesen a koronavírusos időszakban. Amilyen kicsi, olyan hasznos egyébként, tehát ez már viszonylag nagy teljesítményű, úgyhogy megtévesztő a mérete. Egy ilyen kis berendezés több 100 légköbméteres helyiséget is képes alig fél óra alatt csíramentesíteni, ám éppen mérgező hatása miatt használata után hosszasan kell szellőztetni. A támogatásnak eljött az ideje, hiszen ez is egy nagyon-nagyon kiemelendő feladat a közéleti szereplők életében, hogy azokat a szervezeteket, akik a Covid ellátásban oroszlán részt vállalnak, mint a megyei intézet, a lehetőségeikhez mérten támogassák. Nagyon jó helyre fognak kerülni a készülékek, és minden ilyen jellegű támogatást nagyon nagy tisztelettel köszönünk meg, hiszen szükség van rá. Néhány hete a megyei közgyűlés és Szolnok önkormányzata adományozott ózongenerátort a megyei kórháznak. Ajándékkal kedveskedett december 24-én a Szentestét ügyeletben töltő egészségügyi dolgozóknak a Szolnoki Többség Frakciószövetség. Györfi Mihály és Miskolci László a Hetényi Géza kórház aulájában adták át az élelmiszerekből, édességekből álló csomagot. Igazi nassolni való csemegék kerülnek elő a csomagból, melyet a Szolnoki Többség Frakciószövetség tagjai állítottak össze a kórház dolgozóinak. Miskolci László és a Györfi Mihály már korábban leegyeztette az ügyeletben lévőkkel, mire lehet szükségük a Szentestén. Nagyon szépen köszönjük a mai napi meg a hétvégi munkát. Én tavaly is elmondtam, nekem egyébként is különösen kedves a történet az én testvérem mentősök, ahol 25-én lesz 24 órás szolgálatban Debrecenben, tehát nekem még családi okokból is munkakörű kötelessége, nem csak Humán a polgármesterként, és nagyon szépen köszönjük, hogy a hétvégén majd feláldozzák a karácsonyukat, a hétvégéjüket, a nappaljukat, az estéjüket, az egész évben. Meg szeretnék egy kicsit hálálni önöknek és nektek azt, hogy szolgáljátok ezt az országot ilyen körülmények között is. A Hetényi Géza kórház dolgozói 12 és 24 órás ügyelet látják el feladataikat az év minden napján. Nem kivétel ez alól a karácsony és a szilveszter sem. Nagyon szépen köszönjük, igazán jó. Ezt a gesztust. Nem azért csináljuk, de ez nagyon jól esik nekünk. A gesztussal a Szolnoki Többség hagyományt szeretne teremteni. Jól lehet, az ünnepi ügyelet nem csak az egészségügyben kíván ilyenkor áldozatot az érintettektől. Idén, fogalmazott Györfi Mihály, a járvány miatt mégis rajtuk van a legnagyobb teher. Kiélezett meccsen, de legyűrte a Szolnoki Olajbányász a Paksi atomerőmű csapatát. A meccsről mindjárt, most nézzük, mi lesz még a mai aktuálisban. A kertünkben szabad, de az utcán már nem. Szigorodtak a szilveszteri tűzijáték szabályai. Nagyobb volt a kínálat, mint a kereslet. Hamarosan elszállítják a megmaradt fenyőket az utcákról. Szigorodtak az évvégi tűzijáték szabályai. Szilveszterhez kapcsolódóan közterületen tilos lesz használni a pirotechnikai eszközöket, magánterületen azonban nem. Megtiltották az ideiglenes kisbódés árusítást is.
Az előző években fényárban úszott december 31-én éjfél után a Kossuth térege. Tűzjátékkal búcsúztunk az óévtől. A koronavírus miatt hozott kijárási tilalommal összhangban idén rendelet tiltja a pirotechnikai eszközök használatát közterületen. Azaz nem lesz városi látványosság, de még magánemberek sem tűzjátékozhatnak közterületen. Aki ezt mégis megteszi, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat. A magyar közlönyben megjelent rendelet, bár első olvasatra félreértésekre adott okot, magánterületen engedélyezi az egyes és kettes pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékok használatát. Egyes osztályban a játékos termékek, az apró röppentyűk, durranó és füstefektek, durranó borsók tartoznak, míg a kettesbe a római gyertyák és a kisebb bombetta telepek. Én azt gondolom, hogy az idén sokkal felelősségtudatosabb lesz a pirotechnikai eszközöknek a használata, hiszen otthon használhatja mindenki. Nem lesz háborús üvezet, csatatér a közterületeken, nem fogják a fiatalok egymást lövöldözni római gyertyával és bombetta teleppel, és én azt gondolom, hogy januárban majd a híradás nem arról fog szólni, hogy mennyi pirotechnikai baleset történt, hiszen az udvaron családi környezetben lesznek ezek felhasználva. A rendelet megtiltja a tűzijátékok ideiglenes, általában évvégén felállított kisbódés árusítását is. Vásárolni csak szaküzletekben lehet. A petárdázás, erre a szakember külön felhívja a figyelmet, 2003 óta mindenütt és mindenkor tilos. Az íratlan szabályok betartása is fontos, folytatta Ferenczi József, aki kéri a kisállattartókat, hogy az év utolsó napján legyenek türelmesek azokkal szemben, akik tűzijátékoznak. Én is állattartó vagyok, vannak cicáim, vannak kutyáim. Hát ebben az időszakban, amikor figyelmeztettünk mindenkit, hogy vigyázzon a házi kedvencre, akkor szilveszter estén beteszi a garázsba, beteszi a konyhába, finom ételekkel megkínálja, ott van mellette, tehát nem fogja őket zavarni, mert eddig sem zavarta. Tehát én például egész éjszaka nem tudok aludni a kutyusoktól nyáron, mert ugatóversenyt tartanak. Mégsem mondom, hogy tiltsák be a kutyaugatást. Tehát ezt a pirotechnikai eszközöknek az egy évben a szilveszter ünneplését, amit a családok családi körben fognak most megtartani, véleményem szerint a kutyusokat sem fogja zavarni. Erkélyről, bár magánterületnek számít, tűzijátékozni tilos, hiszen egy erkély nem alkalmas a biztonságos használatra. Csak olyan helyen szabad, ahol rögzíteni lehet, vízszintes a felület, ki tudják támasztani a terméket, és a megfelelő magasság is adott a fellövéshez. A szakma egyébként a jelenlegi szabályozást támogatja, és bizonyos módosításokkal akár a jövő évre is elfogadhatónak tartja. Idén kiszámíthatatlan volt a fenyőfa iránti kereslet. A termelők maguk sem tudták, mennyi fát szállítsanak Szolnokra. Mára kiderült, nem is vettek meg mindent a vásárlók. Egyre többen választották a műfenyőt, a nagycsaládi összejövetelek meghiúsulása miatt pedig sokan csak kis fát vettek. Talán ez az oka a sok itt maradt fenyőnek, melyek már 24-én este parlagon hevertek. A Sportcentrum tájékoztatása szerint a maradékfákat hamarosan elszállítja a termelő a megyeszékhely közterületeiről. Hódtúrára hívogat Szolnok környékén a Tisza és a Zagyva környéke. A védett rágcsálók, lágyszárú növények hiány a fák kérgével táplálkoznak, ami miatt számos vízparti fát kidöntenek, hogy hozzájussanak a finom falatokhoz. Ki sem kell mennünk a városból, hogy láthassuk a különleges nyomokat. Aki pedig vállalja a hosszabb túrát, még hódvárat is találhat. Hódrágtafa a szolnoki Zagyva parton. A rágcsálók télen nád, gyékény és sás híján fakéreggel táplálkoznak. Ezért kidöntik a fákat, hogy hozzáférjenek a finom falatokhoz, mondta Cabán Dávid ökológus, biológus. A különös látvány miatt a Szolnok és környéke programok közösségi csoportjában is kirándulásra buzdítják a családokat. A karácsonyi ünnepet követően valóban kalandos lehet egy Zagyva menti hódtúra, ahol a gyerekek rácsodálkozhatnak az állatok erejére és építményeikre. Érdemes azonban tudni, hogy Európa legnagyobb méretű rágcsálója védett állat, eszmei értéke 50 ezer forint. A hódvárak lerombolását pedig a természetvédelmi törvény tiltja. 100 éve a kihalás szélén állt a faj, mindössze 1200 példánya élt, így az egész kontinensen védetté nyilvánították. A világ legsikeresebb visszatelepítési programjának köszönhetően mára 1.200.000-es európai állományt tartanak számon. Most már végig a Zagyván, illetve végig a Tiszán vannak Magyarországon hódok.
Tehát most már az lehet tulajdonképpen, hogy az egész ország területén várható, hogy akár várakkal, akár ágásokkal találkozik az ember. Több helyen olvasni, hogy a hódok károkat is okoznak. Az árterekkel lévő fa általában nem gazdasági erdőből származik, tehát ilyen szempontból nem okoz gazdasági kárt. Ahol nemes nyarasokat ültettek, akár gátvédelmi szempontból, akár egyéb gazdasági szempontból, ott okozhat rágás, de ez helyfüggő, hogy éppen milyen az erdő. Akkor van baj, ha az árvízvédelmi töltésbe ásott üregeik árhullámok idején a töltés gyengülését okozzák. De a Tisza mentén és a Zagyva alsó részén messze vannak a gátak a víztől, így ez nem okoz problémát, tette hozzá az ökológus. Kiemelte a rágcsálók hasznosságát, hiszen a hódgátak fontos szerepet játszanak a víz visszatartás miatt. A hódok által felduzzasztott csatornákban megmaradt víz ugyanis megóvja a szakaszt a kiszáradástól. Nem sok köze volt a megyeszékhelyhez, ám Szolnok egyik meghatározó épületét ő tervezte. A magyarországi zsinagóga építészet legnagyobb alakja, Baumhorn Lipót 1860-ban ezen a napon született. A Méneséről világhírű Komárom-Esztergom megyei Kisbéren született 1860. december 28-án Baumhorn Lipót. Bécsi egyetemi évei után 1888-ban nyerte el első önálló munkáját, rá 10 évre pedig megépítette a Szolnok látképét, ma is meghatározó zsinagógát, amely ma a Szolnoki Galéria épülete. Az 1898-ban befejezett zsinagógán ma is láthatók azok a hatások, amelyek erősen hatottak Baumhorn építészművészetére. A keleties hatásokat tükröző, ugyanakkor a reneszánsz és a barokk forma elemeit is magánviselő épület az építészek szerint emlékeztet a fiumei zsinagógára. Ezen az 1895-ben építetten jelennek meg először és alkotnak szerves egységet a baumhorni művészeti elemek. A fiumeinek egyenes folytatásaként értelmezhető szolnoki zsinagógán is látszanak Baumhorn itáliai tanulmányútjainak hatásai. A Szolnok látképét mai napig meghatározó zsinagóga jellegzetessége a bejárati előcsarnok hármas íve, a hangsúlyos középtengely, a nagy körablakok, a félköríves végződésű, szimmetrikusan elhelyezett ikerablakok. A belső térből az átalakítások során elhagyták a vallási szimbólumokat, a zsinagógák megszokott berendezési tárgyait, így csak a térkialakítás szépsége eredeti. Végig kiélezett meccsen gyűrte le a szolnoki olajbányász a Paksi atomerőmű csapatát. A találkozón volt a látogatónak is győzelmi esélye, de a végjátékban a higgadtabb, pontosabb együttes örülhetett a sikernek. A vendégek egyik legponterősebb játékosuk Lóránt Péter nélkül érkeztek Szolnokra, Gaspar Potocsnik dolgát a csapat összeállításakor nem hátráltatta sérülés. Az első kosarat az atomvárosiak szerezték, de erre egyből válaszolt Bádzim egy triplával, majd Subotic és Rudner is betalált távolról. Közben viszont a paksiak is gyűjtögették a pontokat, így nem tudtak elszakadni a fehérmezesek. A negyed második felében viszont Subotićra nem volt ellenszer, 18-9-nél időt kellett kérni a vendégeknek. A pauza után sem változott a játék képe, sőt, tovább nyílt az olló. Subotić már 15 pontnál tartott, de az utolsó egy percben a Paks tudott kozmetikázni, így maradt az időkéréskor kialakult 9 pontos hazai előny, 28-19. A folytatásban viszont akadozott a gépezet, nem ment a támadás, és bár a Paks sem brillírozott, de kihasználta az olaj kihagyásait, és 30-27-re zárkózott. Sok volt a szabálytalanság, alig-alig volt mezőnykosár, sok büntetőt dobtak a csapatok. Rudner és Pongó triplája törte meg a jeget, 39-31-nél újabb paksi időkérés jött. Utána pedig a közte 10, Csakaruni jóvoltából. Volt azonban válasza a Paksnak, Shepard vezetésével felzárkóztak, és egy perccel a vége előtt a házigazdának kellett időt kérnie, hiszen 3 pont volt mindössze az előny. A félidőre ez 2-vel nőtt, 46-41. A térfélcsere után a paksiaké volt az első kosár, de az olajnak is volt válasza. Nagy küzdelem volt minden egyes pontért, kemény védelemmel találták szembe magukat a csapatok, emiatt sok volt a hiba a támadó térfélen, mindkét oldalon. Több lehetősége is volt a Paksnak egyenlíteni, de nem éltek vele. Ez pedig megbosszulta önmagát, hiszen Badzin vezetésével 61-51-re ellépett az olaj. Innen is visszajött az ase, de a hajrá ezúttal a szolnoké volt. Pongó dudaszós triplája után 67
57-60 volt az állás, majd Jackson kapott egy sportszerűtlent, és 68-60-as hazai vezetéssel ért véget a harmadik 10 perc. A zárójátékrész elején feljött a Paks, 5 pontra faragta hátrányát, időt kért Gasper Potocsnik. A pauza után is akadozott picit a játék, de a túloldalon is, így stagnált a különbség. Subotić triplája viszont a lehető legjobbkor jött, alig több mint 3 perc volt vissza, és 82-74 lett. Izgalmas végjátékba, 82-76-tal mentek bele a csapatok. Jól zárt a Paks hátul, nem ültek a hazai triplák. 82-78-ra feljött a látogató, és 11 másodperccel a vége előtt már csak 2 pont volt az előny. Potocsnik időt kért, Warner ellen szabálytalankodtak. 2 büntető, mindkettő a helyén, 8,5 másodperc volt vissza. Baker viszont kilépett, így oda lett a Paksi győzelmi esély. A Szolnok 89-80-ra győzött, és jó előjellel készülhet az év utolsó meccsére, amit szerdán Szombathelyen játszanak. Kedves nézőink, most pedig olvasnivalót ajánlok a keddi Új Néplapból. Piroska Miklós korábbi fejlesztési igazgatót nevezte ki, Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere, a szolnoki Hetényi Géza kórház élére december 18-án. A felkért intézmény vezető megbízatása 2021. január 1-től lesz hatályos. Dr. Bene Ildikó a kórház eddigi főigazgatója, az Országos Kórház Főigazgatóság egyik helyettes vezetőjeként dolgozik tovább. Az Új Néplap újságírója az új kórházvezetőt kérdezte. A megyei napilap keddi száma Tiszazugi oldalal is jelentkezik. Az aktuális végén nézzük a legfontosabb híreinket, még egyszer röviden. Új tagja van a megyei közgyűlésnek, Szabó Ferenc Lajos váltja Fehér Petrát. Megérkezett az első adag vakcina hazánkba is. 2021 első felében megkezdődhet a lakosság tömeges oltása. A kertünkben szabad, de az utcán már nem. Szigorodtak a szilveszteri tűzijáték szabályai. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió hétfői hírműsorát látták. Beszámolóinkat visszanézhetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket pedig megoszthatják velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már a valamennyi munkatársam nevében köszönöm szépen a kitüntető figyelmet. Friss hírek legközelebb holnap a szokott időben itt a Szolnok Televízióban. További szép estét kívánok!